Megváltozott a határidő, május 1-jéig két oltással is érvényesek a védettségi igazolványok. Zöld önkormányzat 5 év alatt 5-ször annyi fát ültetett Békés Csaba, mint amennyit ki kellett vágni. Nem sikerült a fordítás, a Vasas Békés Csabán harcolta ki a kupa döntőt. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A kórházi rendszer számára az ötödik hullám nem okozott akkora sokkot, mint azt sokan várták, fogalmazott a miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, hogy a fertőzések száma továbbra is magas. Összesen több mint 6 millióan kaptak első és második oltást, a harmadik vakcinát pedig 3,7 millióan vették fel. Hozzátette, hogy az európai szabályozást is áttekintették, így változnak a védettségi igazolványt érintő szabályok. És miután nem akarjuk, hogy Magyarországon a magyarokra hátrányosabb szabályok vonatkozzanak, mint a külföldiekre, ezért megváltoztattuk a korábbi döntésünket, és május 1-jéig két oltással az oltási igazolványok továbbra is érvényesek lesznek. Sikeresnek értékelte az elmúlt hét oltási akciónapjait a Békés megyei központi kórház orvosigazgató helyettese. Dr. Zsilák János kiemelte, ezen a héten is folytatódott a vakcinák beadása, hétvégén pedig újabb oltási akcióval várják azokat, akik felvennék a koronavírus elleni védőoltások bármelyikét. A Békés megyei központi kórház oltópontjaira a hét minden napján mehetnek az oltásra jelentkezők. Az első oltásra előzetes regisztrációt és időpontfoglalást követően lehet érkezni, míg a második, harmadik és negyedik körös oltások esetében előzetes időpontfoglalást követően. A Békés megyei központi kórház orvosigazgató helyettese elmondta, hogy valamennyi oltásnak nagy jelentősége van. Az első-második körös oltásoknak azért, mert továbbra is azok vannak legnagyobb veszélyben, és mi is azt tapasztaljuk itt a Békés megyei központi kórházban, akik nincsenek beoltva, nagyobb számban kerülnek kórházba, fertőző osztályunkra, és a kialakuló tünetek is sokkal súlyosabbak lehetnek, egy nehezebb, huzamosabb, hosszabb ideig tartó gyógyulási folyamat elé nézhetnek. Hozzátette, a harmadik körös oltásra azért van szükség, mert az alapimmunizálást követő 4-6 hónapban gyengül a koronavírussal szemben való védettség. Emellett Magyarországon már elérhető a negyedik körös oltás, amelyet minden 18. életévét betöltött személy kérhet, ha legalább 4 hónap eltelt a harmadik oltás felvétele óta. Erre többek között a meghosszabbított oltási akciónapok alkalmával is lehetőség lesz. Ismételten oltási akciónapok itt Békés megyében is gőzerővel készülnek az egészségügyi intézménynek. A járóbeteg szakellátóknál 6 település fogadja majd az oltakozni vágyukat, és természetesen a legnagyobb oltópontok Békés megyében Békés Csaba, Gyula, illetve az orvosházi egészségügyi intézmények is fogadják majd a regisztráció nélkül érkező oltakozni vágyukat. Csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 18 óra között lehet előzetes regisztráció nélkül kérni a Magyarországon elérhető koronavírus elleni vakcinák bármelyikét. 5 év alatt 5-ször annyi fát ültetett Békés Csaba, mint amennyit ki kellett vágni, fogalmazott Szarvas Péter polgármester. A város területén 2017 és 2021 között összesen mintegy 2400 fát kellett kivágni előregedés, balesetveszély vagy az aktuális fejlesztések miatt. Ugyanebben az időszakban az önkormányzat a közterületeken és a városi tulajdonú egyéb területeken több mint 13000 fát és 15000 cserjét ültetett. Ezeket a fákat nemrég ültették el az önkormányzat illetékesei a Csaba Park mellett a Körte soron. Az elmúlt időszakban több helyen is történt hasonló fásítás Békés Csabán. Turák Helga városfejlesztési és városüzemeltetési menedzser elmondta, a megyeszékhelynek jelenleg 150 hektárnyi erdeje van, a közterületeken pedig több mint 63 ezer fa áll, azonban folyamatosan oda kell figyelni a növények pótlására, de nem mindegy, hova, milyen fajtákat ültetnek. A városi környezet nagyon mostoha körülményeket teremt a közterületi fák számára. Nem csak a légköri asszály és a hősziget hatással kell megbirkózniuk, de
sújtja még őket a légszennyezettség, a talajszennyezettség, a felszín feletti és alatti közművek, illetve az épületek közelsége is. Ezért nagyon fontos az, hogy a városi klímát jól törő fafajokat alkalmazzuk a városvásítás során. Az elmúlt években Békéscsabán számos fejlesztést hajtottak végre, jelenleg is több beruházás van folyamatban. Út- és járdaépítés, kerékpárútépítés, a közvilágítás korszerűsítése, a Csaba Park vagy a piac fejlesztése, csak hogy néhány példát említsünk. A fejlesztések viszont több helyen együtt járnak a zöld felületek részbeni átalakításával is. Békés Csaba polgármestere hangsúlyozta, olykor a beruházások azt kívánják meg, hogy az önkormányzat fákat vágjon ki, viszont azok helyett legalább ugyanennyit, vagy még többet telepít a helyszínen és a város erre kijelölt területein. 2017 és 2021 közötti 5 évben 2400 fa került kivágásra Békés Csabán önkormányzati hatáskörben, és 13400 fát ültettünk önkormányzati hatáskörben. Tehát ez több mint ötszöröse az elültetett fák száma a kivágott fák számának. Szarvas Péter hozzátette, az önkormányzat, ahogy eddig, a jövőben is együtt kíván működni a lakossággal és a városban működő zöld szervezetekkel. Már 800 embert vezetett vissza a munkaerőpiacra a békéscsabai járási foglalkoztatási paktum, amely azzal a céllal indult el 2017-ben, hogy a térségben működő vállalkozások számára megfelelő szakképzett munkaerőt biztosítson, a munkavállalóknak pedig minél több álláshelyet teremtsen a versenyszférában. A programot szerdán Csorváson mutatták be. Csorváson 2012-ben indult a közfoglalkoztatott program, amelyben 60 embert alkalmazhatnának, de jelenleg csupán 54-en vannak benne. A város polgármestere, Barát Lajos az eseményen elmondta, reméli a csökkenő tendencia megmarad, és egyre kevesebb közfoglalkoztatottat kell alkalmazniuk, mivel ez azt jelenteni, hogy egyre többen helyezkednek el a munkaerőpiacon. Folyamatosan tudatosítani kell azt, hogy van azért más világ is a közfoglalkoztatáson kívül is. Egy kicsit megszokják az itt lévők, hisz én magam is itt közülünk több emberből is el tudom mondani, hogy már a kezdetektől fogva itt van. Nem szándékozik elmenni, az okokat is mindig elmondja, amikor erről beszélgetünk. A békéscsabai járási foglalkoztatási paktum irányító csoportjának elnöke, Opauszki Zoltán hangsúlyozta, céljuk, hogy elősegítsék a munkaerőpiacra való visszatérését azoknak az embereknek, akik onnan kikerültek, vagy nem tudtak pályakezdőként munkát találni. A paktumiroda tanácsadási tevékenységet tud nyújtani az álláskeresők számára, képzésekben tudjuk őket támogatni, önéletrajzok elkészítésében tudunk segítséget nyújtani, állásinterjúkra való felkészítésben tudunk segítséget nyújtani. Békés megye is megszenvedte a koronavírus járványt, de azóta, hogy a bezárások befejeződtek, élénk a mozgás a munkaerőpiacon, és csökkent az álláskeresők száma, mondta a térség országgyűlési képviselője. Herceg Tamás hozzátette, a tartósan munkanélküliek viszont sokan vannak, így részben rájuk is fókuszálnak ezek a foglalkoztatási egyeztetések. A közfoglalkoztatotti bér 100 000 forintra való emelése, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése is, kb. 20%-os növekedése, illetve a foglalkoztatók járulékterheinek a csökkentése is azt szolgálja, hogy az élénkülő gazdaság, az élénkülő munkaerőpiac megtalálja azokat az embereket, akiket föl tud venni. A békéscsabai járási foglalkoztatási paktum az elmúlt időszakban több mint 1000 embernek nyújtott segítséget, 800-nak pedig segített visszakerülni a munkaerőpiacra. Perlott Csaba Vilmos, a 20. század honi festészetét megújító alkotó 142 évvel ezelőtt született Békéscsabán. Az évforduló éppen megfelelő apropót szolgáltatott arra, hogy a festő egyik legnagyobb szakértője és az egyik legnagyobb rajongója üljön le beszélgetni a Munkácsi Blue Chip elnevezésű rendezvénysorozat újabb állomásán. Perlott Csaba Vilmos személye és művészete több szempontból is fontos és érdekes.
Nem csak azért, mert az alkotó szülőháza, a Szabadságtér 2022 szám alatt lévő épület, vagyis a Békés Csabai Média Centrum szerkesztőségének helyén volt megtalálható. Perlott a magyar piktúra jelentős mestere volt, akit a 20. századi honi festészet egyik megújítójának tekintünk. Perlott Csaba Vilmosról szubjektíven, Perlott Csaba Vilmosról objektíven a rendezvény címe, és tulajdonképpen ez le is fedi azt, hogy hogyan is képzeljük ennek az estnek a menetét. Két vendéget hívtunk meg, mind a ketten elkötelezettek Perlott Csaba Vilmos irányában, más és más módon. Szerdán este tovább folytatódott a Munkácsi Blue Chip névre keresztelt sorozat, melynek ezúttal Szarvas Péter polgármester és Basics Beatrix Móra Ferenc díjas művészettörténész volt a vendége. Arányos objektív és szubjektív megközelítés híve leszek ma este. Ugye objektív azért, mert Békés Csaba polgármestereként kell a hírességeket nekünk, az ő örökségüket ápolnunk kell, és szubjektív pedig azért, mert igazán híve vagyok Perlott Csaba Vilmos művészetének, és két eredeti festményét az irodámban nap mint nap nézhetem, mert megkértem a múzeumot korábban, hogy letéti szerződéssel két nagyon híres festménye hagy lehessen ott a polgármester irodában, a mai napig ott van. Az estet Basics Beatrix Móra Ferenc díjas művészettörténész gazdagon illusztrált előadása zárta. Mint ismertette, Perlott Csaba Vilmos művészete több szempontból meghatározó és igazán sokszínűnek mondható. Ilyen művészeink voltak, mert Perlott mellett még voltak más hasonló ilyen jelentőségű művészek. Ő az elsők között volt, a legnagyobbak között volt, vagy van, mondhatnánk, és ez nem mindig van az emberek fejében, vagy talán nem is ismerik. Az összművészeti jelleget tovább erősítette, hogy Péter Klatzov, dél-afrikai zeneszerző, Sense of Place című művét marimbán, Szíves Márton ütőhangszeres művész és Szomor István cselló művész adta elő. Öt szettes mérkőzésen szenvedett vereséget a Vasas együttesétől a Svitelszki Békés Csaba, a női röplabda Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóján, így a bronzéremért játszhat majd. A fővárosiak kettős győzelemmel jutottak be a döntőbe, és 2020 után újra megnyerhetik a sorozatot. Az első összecsapáson 3-0-ra diadalmaskodó, piros-kék szerelésben pályára lépő vendégek kezdtek jobban, percek alatt 6-2-es vezetésre tettek szert. Tóth Gábor időkérése jót tett a hazai csapatnak, amely fordított és 4 pontos előnyt alakított ki. A Vasas azonban kiegyenlített, így nyílt csata alakult ki az első szett végén. Mindkét csapat idegesen, sok hibával játszott. A fővárosiak rontottak kevesebbet, így 26-24-re nyerték a nyitó játszmát. A csabaiaknak innen kellett volna fordítaniuk, 3-1-re nyerniük és kiharcolniuk a továbbjutásról döntő aranyszettet. A második játékrészben viszont inkább a vendégek akarata érvényesült. Tóth Gábor időkérésekkel és cserékkel is próbálkozott, de csapata nem tudott huzamosabb ideig pontosan játszani. A hajrában a fővárosiak nem engedték ki a kezükből a vezetést, 25-20-szal 2-0-ra alakították az állást és ki is harcolták a döntőbejutást. A tét nélküli folytatásra a Vasas görög mestere lehozta kezdőcsapatát, míg Tóth Gábor továbbra is a legjobbjait szerepeltette. A piroskékek ennek ellenére tartották a lépést, két meccs labdáig is eljutottak, a házigazda azonban végül fordított és 30-28-ra nyerte a szettet. A negyedik etapban volt a legnagyobb különbség a csapatok között, a csabaiak könnyedén 25-12-vel kiegyenlítettek. A Vasas az ötödik szettre feljavult, koncentráltabban röplabdázott, és nem csak döntőbejutást, hanem 3-2-es győzelmet is ünnepelhetett a több mint 2 órás találkozó végén. A taktika is fontos volt ezen a meccsen, de a legfontosabb az volt, hogy mentálisan erősek maradtunk a nehéz pillanatokban. Az első szettben 4 pontos hátrányban sem adtuk fel, visszajöttünk a játszmába, és a hajrában jók voltunk, kevés hibával játszottunk. Ez volt a kulcs a fináléba jutáshoz, fogalmazott a Vasas görög vezetőedzője.
A csabaiak mestere értékelésében kiemelte, hogy az első szett volt a döntő a továbbjutás szempontjából, az ott elkövetett hibák után már nem sikerült megfordítani a párharcot. Tulajdonképpen azt hiányzott, ami az idegenbeli mérkőzésen a szívünk, hogy átlendítsen a nehéz pillanatokon. Sőt, én úgy érzem, hogy egy bizonyos pontig kontrolláltuk az első szettet, és ott volt két rossz választása a támadás kiválasztását illetően, és ott abban belehibáztunk. Ez pedig békjót tett a kezekre, ami azt gondolom, hogy a nyitásrontása számunkon meg is látszik. A csabaiak március 12-én a Fatum Nyíregyháza ellen játszhatnak a bronzéremért, míg a Szent Benedek története első kupa döntőjét a Vasas ellen játszhatja. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!